Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Katus István, az FFC alapító tagja és csapatkapitánya, valamint Csoma Gábor, szintén alapító tag és játékos. Nehogy mi is az FFC, először is akkor ezt bontsuk, ugye ez a Ferencvárosi Futballklub. Igen. Ez mikor alakult? 2008-ban. Mondhatjuk úgy a szurkolói csapat, az egész Ferencváros szurkolóknak a csapata. Hát mi fradi szurkolók hoztuk létre. Ez a B középre gondoljunk most, mint a laikusok? Nem, ez az egész. Ez egész. Tehát nem csak a B, hanem úgy az nem, egész. Úgy az egész, számlán. De ehhez kellett annó a B középnek is az engedélye, hozzájárulása, beleegyezése? Mert régen ugye az volt, hogy ők voltak, akik úgy minden meg akartak határozni. Hát úgymond az a 10 alapító tag, aki alapította, annak a 10, mind a 10 úgymond a B közép, meg az oldal lelátóról volt. Tehát akkor érintve vannak ők is, akkor ők is benne vannak. A szűkebb csoportnak a tagjai. Ból alakult, úgymond. Értem. A mai beszélgetésünknek az apropóját ugye Váci Zoltán legutóbbi nyilatkozata adja, ugye itt volt a 6-os csatornán a Dino Sporthíradóban, nyilatkozott és elmondta, ugye, hogy utoljára pont nálatok volt edző, de aztán távozott, és nektek, ha jól tudom, az nem tetszett, amit mondott, hogy miért is távozott. Hát igen, nekünk maga az nem tetszett, hogy elferdítette a távozásának a hátterét, mert ő úgy adta itt elő, hogy ő mondott föl, és ő magától távozott tőlünk, hogy mi egy balhés csapat vagyunk. Mert nem adja a nevét ehhez. Igen, a nem adja csapathoz a nevét hozzá, és hát ez nem így történt, mert mi küldtük el, mert mi vagyunk az elnökségben is benne, úgyhogy tudjuk, mert mi mondtuk meg neki, hogy akkor kis a meccs után, amikor kikaptunk 4-0-ra, hogy köszönjük szépen továbbiakba. Nem számítunk rá, mert nem láttuk volt 3 mérkőzésünk, és 3 mérkőzés alatt nem láttuk azt, hogy fejlődött volna a csapat, vagy egyáltalán egy edzésünk lett volna, mert 5 hétig volt nálunk edző, az 5 hétből arról szólt az edző, hogy bedobtuk a labdát, és akkor játszottunk egymás között. Semmilyen taktikai, vagy semmilyen, hogy mondjam, utasítás nem volt a pályára menő játékosoknak. Hogy mit gyakoroljanak, mit csinálják? Igen, hát nem volt semmi, egy szögletvariáció, egy támadás, semmi az égvilágon. Én ezt értem, de Gábor, ez miért volt fontos, hogy ezt mindenképpen úgymond helyére akartátok tenni, ezt a kijelentését a Váci Zolinak? Ez miért annyira fontos? Nem lehet azt mondani, jó, azt mondtát, mindegy, hagyjuk, legyintsünk egyet rá. Lehetne azt is, de mi nem szeretjük azt, hogyha rólunk olyan dolgot állítanak, ami nem fedi az igazságot. Természetesen, hogyha hülyeséget csináltunk, mármint klubszinten is, vagy játékosként is, azt vállaljuk, amit csináltunk idáig, vagy nem is azt mondjuk, hogy mi kisiskolások vagyunk. Természetesen egy nehéz egyéniségekből álló csapat vagyunk. Voltak már balhéink az évek során, ugye, amióta megalakultunk 2008 óta, nem egy, nem kettő, ezt nem tagadjuk. Csak mi úgy érezzük, hogy a Váci Zolival, mint Magyarország utóbbi egyik legnagyobb játékos a válogatott, egyéb klubszinteken is letett. Mi tisztelettel, szeretettel fogadtuk, örültük, hogy elfogadta azt, hogy nálunk edző lehet, és ezért esik nekünk ez rosszul, hogy mi a szeretettel, tisztelettel, amit megadtunk neki, úgy érezzük, hogy ez nem fette a valóságot, ugye, amit az István elmondott, hogy távozott tőlünk, és hogy itt neked itt előadta. Verekedés nem volt? Verekedésre is utalt. Ezt akarom mondani, hogy ebben én nem is akarok ebbe így belemenni. Aki tudja, hogy működnek ezek a dolgok, az MLS, a BLASZ honlapján a jegyzőkönyveket meg lehet nézni, ezek hivatalos dokumentumok. Ti a BLASZ? BLASZ 1-ben vagyunk, ugye azon föntről számítva a negyed osztály. Ott nem akarunk mi sárral dobálózni oda-vissza, ezt természetesen nem azért jöttünk, hogy ezt itt elindítsunk egy ilyen lavinát, hanem csak egyszerűen azért, hogy,
hogy ott például a BLASZ hivatalos oldalai meg lehet nézni a jegyzőkönyvekbe, amíg a Váci Zoltán volt az edzőnk, egyetlen egy mérkőzésünk nem szakadt félbe, se verekedés, se semmi ilyesmi más balhés dolgok miatt. Ilyen dolgok nem történtek. Korábban volt erre már példa? Ha már itt szóba hoztad. Volt. Azért mondom, hogy mi, hogy vállaljuk azt természetesen, hogyha hülyeséget csináltunk. Volt arra példa, hogy kiállítások, egyéb, de ez mindenhol megvan, de... Azért nem volt, hogy tömegverekedés is, akkor a bíró beszünteti a mérkőzést. Ilyen még a fönnállásunk során nem volt. Voltak erősebb kiállítások, természetesen ez mindenhol megvan, bármelyik országban, meg itt Magyarországon is, de itt leszeretném azt szögezni, hogy amit ő állított, hogy az ő edzősége során verekedés, egyéb ilyen dolgok se az öltözőbe, se az ellenféllel, se a bíróval nem történt az FFC-nél, amíg ő volt az edző. Akkor azt mondjátok, hogy ti küldtétek el, ti köszöntétek meg a Éva munkáját. Úgy négyen az elnökségből, akkor kim volt ugye a meccsen. És akkor ezt hogy fogadta, amikor közöltétek? Hát durcásan. Nem így szerettük volna, hogy természetesen jobb lett volna, hogyha egy normálisan, meg ugye ebből a nyilatkozatából is ezt vesszük le, hogy én ezt nagyon is sajnálom, hogy ő ezt így fogadja. De a szűkebb, a csapatnak van egy szűkebb gerince, akiknek természetesen a döntéset az vezetők kikéri, leülünk, megbeszéljük a dolgokat. Ők is, a csapat nagy része is így döntött, a vezetőség nagy része is így döntött, meghoztuk ezt a döntést. Ő kicsit durcásan fogadta, de sajnáljuk, ezt meg kellett lépni. Ki most az edzőtök? Ferenczi Attila. És? Bevált? Jó lesz? Szerintem jó. Hát ugye volt nálunk Tamáshoz, a Hevesi Tamáshoz hasonló, talán körülbelül nem egyforma kaliber, de hogy mondjam, ugyanaz a szisztéma, ugyanazokat a dolgokat tanuljuk most már, mióta ő az edző, mint amit a Tamásnak csináltunk. Ugye a Tamás, amit leraktott a lapokat, most az Attila tovább fejleszt. Most hol álltok a bajnokságban? Nem valami fényesen állunk a bajnokságban, mert úgy gondolom a 14. helyen környékén. 16? 14. helyen. De hány csapat van? 16? 16. Hát igen. Minden ki lehet esni a BLASZ 2-be? Kiesni nem fogunk, az biztos, mert egy pontra vagy egy-két ponton belül van kb. 5-6 csapat, úgyhogy ott vagyunk. Meg van elmaradt meccsünk, úgyhogy kiesni nem fogunk. Meg ugye az őszre rányomta a bélyegét azt, hogy nem volt most pályánk, mert felújították a Fradi pályát, és a 12 meccsünkből 10-et idegenben játszottunk, és ahhoz képest tavasszal akkor majd fordul a kocka, természetesen meg az elmaradott meccseket hozzuk, úgyhogy azért mondom, akkor nincs pánik hangulat. Nincsen. Hát már most több pontunk van, mint tavaly össze ilyenkor, úgyhogy... Hát akkor a Váci Zoli azért sok kárt nem tett bennetek. Hát nem is azt mert gyorsan reagáltunk a dolgaira, úgyhogy ne, sok kárt mi nem tudott. Azért mondom, mi nem mondtuk azt, hogy kártát, csak mi mondom, az, nekünk az eset rosszul, hogy tényleg, hogy másképp állította be, hogy ahogy történt meg. Idáig is, vagy ezek után is ugyanúgy mi a szemébe tudunk nézni. Azért mondom, hogy mi nekünk megtiszteltetés volt, hogy igaz, hogy csak rövid ideig, de edzőnk volt, csak ez egy kicsit így nem igazán jött ki jól. De most már csend és béke van az öltözőben, akkor így van. Nincs háborgás, nincs semmi. Nincs háborgás, rend, minden rendben van. Aha. Jártok még futballmérkőzésre? Mostanában nem. Nem volt korrekt a kérdés, mi? Hát igen, kicsit váltottunk, úgy érzem, de mostanában nem járunk futballmérkőzésre. Miért nem? Én nem voltam már tavaly, szeptember óta. De miért nem például? De hát... Hát, hogy mondjam, nem tetszenek a dolgok, amik most itt vannak az országban, nem is az, hogy a Fradinál, hogy maga az egész meccsjárás, nincs már az a hangulata, mint ami régen volt, vagy nincs az a körítés. Mi hiányzik? Milyen hangulat hiányzik? Nekem a régi stadion hiányzik. Aha, annak egyet. A feelingje? Igen. Hát én az új stadionban nem is tudom, az nem hozzánk való, nem fradistáknak való az új stadion. Legalábbis a mi nekünk. Valószínűleg akkor majd bele kell születni egy új szurkolói tábornak, nem? A új nemzedék, majd ő azt magáivá fogja tenni. Hát azért nem kell beleszületnie, mert itt vagyunk, úgyhogy még nem mentünk semmelyre. De azt mondod, hogy nektek, hogy azt mondod például, hogy neked személy szerint nem jön be. Igen, nekem érzed, annyira nem. Na ezért mondom, lehet, hogy majd a fiataloknak már ez lesz a szentély. Hát valószínű, mert ugye ő nem tudta, hogy milyen a régi, igen, én sem tudtam a régi stadion, hogy milyen volt, ugye. Még az előtt, a 74 előtt, úgyhogy én is ebbe születtem bele, ezt szerettem meg, itt nőttem föl. Azért mondom, úgyhogy... hogy csak idő kérdésre. 10-20 év, és akkor majd... És akkor te miért nem jársz? Mert te nem régóta. Hát én azóta nem járok, amióta
úgymond a szervezett szurkoló csoportok se járnak. Ennek esetleg tagja vagy, vagy csak mint egy szurkoló? Nem, tagja is vagyunk. Mint mondtuk, az egész FFC-t is a szűk szurkoló csoportból hoztuk létre annól. Úgyhogy erre a bázisra alapult az ismertségre, hogy 4-5 nagyobb, kisebb csoportból a úgymond a vezető szerepű emberek, akik tudtak fotballozni, és természetesen valamilyen szinte erre alapult úgymond az FFC alapítása is. De visszatérve a kérdésedre, meg az Istvánhoz is csatlakozva, hogy nekem se nincs meg a hangulat, maga nem érezzük át, legalábbis most az én egyéni véleményem, nem érzem át régen, mint Isten nyugosztalja, Simon Tibinek a stílusa, a mentalitása, az ilyen stílusú játékosok, úgy érzem, sajnos rosszul ez, de szó szerint kihaltak, úgymond a pályáról, nincs meg ez a mentalitás, nincs meg az a tűz. De azt mondják, de hát azóta már változott a világ teljes mértékben, jól tudom, azért a Simon Tibi annyira ért a Fradiért, hogy a játékos társadalmak is megmondta, hogy egy Fradi játékos hogy viselkedik. Tehát ott nagyon mélyen úgymond ezzel úgymond törődött, foglalkozott, de ma már ugye jönnek a külföldiek, most már nagy a fluktuáció, nehezen tudom elképzelni, hogy akár a Simon Tibi is, ha most lenne fiatal is élne és itt lenne, hogy tudná-e azokat a módszereket használni, amiket régen a magyar játékosokkal tudott. Ami ugye rájuk tudott hatni, és meg tudta mondani, hogy mi a Fradi szív, és hogy mit vár el. Tehát ő elvárta a játékosoktól, tehát ő számon kérte. Persze, tudjuk. Hogyha béna voltál, nem adtad a szívedet, a lelkedet a pályán, akkor ő számon. De ma már ezt én, ha Simon Tibi mondom, itt lenne és pályán, fiatal, nem hiszem, hogy meg tudná ebben a mai, mostani közegben már csinálni. Nem az volt a baj, hogy te is mondtad, hogy béna volt, lehet, hogy kihagyta, mi is ugye kihagyjuk, kisebb szinten vagyunk. Nem az a baj, hogy kihagyta, hanem az a baj, hogy nincsen szív. Nem érezzük, én legalábbis nem érzem át ezt a... Jó, de azért mondom, de most már nem tudná a Simon Tibi se beléjük verni a játékosokat. Hát legalább, de még volna esély. Most nem látjuk meg ezt az esélyt sem. Igen. A világ változott, mi nem változtunk, megmaradtunk ugyanazok, és szerintem a Simi ugyanígy lenne. Miért van? De nem a beléptetési rendszer miatt maradtatok távol? Mert ugye azt lehet olvasni, hogy igazából ezzel nem értetek egyet. Ezzel is sok minden, nem mondom, ez egy komplex dolog, azért nem lehet csak erre is ráfogni, de természetesen, mivel hogy mi is a szűk szurkolói csoportoknak vagyunk a tagjai, természetesen meghozták a csoportok a döntést, és mert mi is úgymond tagok vagyunk, ezt természetesen elfogadjuk, és... Nem mentek a meccsre. Így van, így mikor van. Fogtok meccsre menni? Hát reméljük, hogy minél előbb, de minél minek kell megváltoznia? Minek kell bekövetkeznie? Sok mindennek szerintem, de ha megvannak erre a megfelelő vezetők a klub részéről, a szurkolók részéről, ők ha ezt összetudják hangolni, hogy jó irányba menjen mindkét oldalról, akkor szerintem újra... Mikor következzen be? Most hogy érzitek? Realitása mikor lehet? Egy hét múlva, két hét múlva, tavaszi rajtra? Erre nem tudok én válaszolni. Nem, én nem tudom. Az jó kérdés. És ha bemennek a csoportok, én akkor sem fogok bemenni, úgyhogy most én elhatároztam. De tévén keresztül nézitek? Tévén keresztül, persze, igen, természetesen. Edzésekre kijártok még? A mi edzéseinkre igen, de a nagy csapatéra nem. De régen oda is jártatok. Régen, persze. Ezért tettem fel a kérdést. Tudom, azért mondom, hogy mi edzésünkre természetesen. Mi sportemberek, mi csináljuk a mi szintünkön, nagyon nagy osztály szintjén ezt a dolgot, de a felnőtt csapatnak, úgymond az NB1-es csapatnak az edzésére nem látogatjuk. Mi lesz a válogatottal? Oda kimentek? Mert ugye, jól tudom, volt egyfajta felhívás, hogy oda is, arra a mérkőzésre is vonatkozna ez az összefogás. Hát... Ugye most lesz pénteken a Finnország ellen elbésre. Én oda sem megyek, megmondom őszintén, ez a személyes én véleményem, én oda sem megyek a válogatásra. Tehát ha csoport ezt mondja, akkor... Hát igen, meg próbáljuk összehangolni úgymond a magánélettel és ezeket a dolgokat, de egyre nehezebb úgymond, de én a válogatottat, nem a mostani, hanem az előtti romániai kudarc után, én azt meg... Úgy a Pisti a Fradi meccseket határoztál, én meg a válogatott meccset határoztam el, hogy nekem... Melyikre gondolsz? Az itthoni 2-2-re, vagy a kinti vereségre?
nem a mostani, hanem az előtti ugye, vereségre. Én akkor elhatároztam, hogy nekem ott is ugyanez, amit elmondtunk ugye a Fradival kapcsolatban is, hogy nem érzem át azt, hogy egy válogatott címeres mezt fölvesz egy játékos, azért meg kéne halni a pályán. Ugyanúgy nem jön át. És ugyanez. Most a Dárdai féle válogatottnál? A Dárdai kicsit szimpatikusabb, meg hogy összerakta úgymond a igaz úgy nagyjából ugyanazt a keretet, de adott egy kis arculatot a dolgoknak, de én még mindig nem érzem azt, hogy ebből lehetne valami. István, te mióta futballozol? Hány éve? 22 éve. 22 éve futballozol. Hát az túlzás futballozunk, amatőr szinten focizgatunk, úgymond. De magasabb szinten, így NBA szinten nem játszottam, csak itt a Blaszekben. De ez így mindig jó volt, jó buli volt? Megér így? Persze. Így el munka mellett? Persze, hogy érném meg. Hát persze, még tudok járni, vagy lépni 2 métert, és addig futballozni fogok. Milyen itt egyébként most a Blasz egyben a színvonal erősödött? Mert ugye most, hogy egy kicsit ugye összelettek nyomva a csoportok, most ugye azt látjuk, hogy az NB2-ben is ugye, azt hiszem, az 5 csapatnak az most pontja van az élen. Tehát valami félelmetes, hogy most mennyiben masszívabb és keményebb lett a, például az NB2-ben így a küzdelem a feljutásért. Ugye ez van akkor az NB3-ban is. Nálatok mi a helyzet? Hát a tavalyi év az igen, az nagyon erős volt, mert akkor még ugye, amikor visszaesett 5 NB3-os csapat, akkor mindig meg volt erősödve, hogy majd ők visszajutnak egyből. Mm-hmm. Ugye egy csapatnak sikerült, mert egy juthatott föl, és szerintem most egy csapat kiemelkedik a pénzügyőre, de a többi az szerintem hasonló. Pénzügyőre az olyan tipikus NB3-as. Igen. Hát mindig is az volt. Igen, hogy oda való, hogy abba közegbe egy kicsit. Csak nekik is meg kell erősödni, mert már a régi... Akkor erősebb lett a színvonal itt az Blasz egyben? Erősebb. Hát a tavalyi év az nagyon erős volt, most szerintem nincs olyan erőssége, mint tavaly volt. És lehet ideigazolni? Szoktatok ideigazolni kiöregedett, vagy éppen megsérült egykori NB1-es játékosokat? Nem szoktunk, egyetlen egy példa volt, csak erre, hogy igazoltuk a Mátyus Sanit, de azon kívül se előtte, most még se utána nem volt. Aki még ugye mai napig is igazolt játékosok. Igen, csak most én egyházáról nem tudom. Elszólította az edzői. Meg ugye pápáról így sem van, tudott így van, akkor hagyta, úgymond effektív napba, de van ígéret, hogyha tud, akkor jönni fog és segíteni fog, ugye. Ugye ez is nekünk nagyon nincs más név esetleg úgy fejben, akit jó lenne? Vagy nem annyira fontos, vagy csapat így jól megvan? Hát nem szeretnénk telerakni a csapatot kiöregedett NB1-es játékosokkal, mert azt szerintem nem lenne korrekt tőlünk, mert mi szurkoli csapat vagyunk, és szurkokba alakultunk, de ilyen egy-egy, hogy mondjam, sztárigazolásszerűséget azért benne van a pakliba, de most itt a Matyek nálunk volt, most is a mai napig megvan az igazolása, ha éppen lesz majd ideje, akkor jönni fog. Van rá ígéretünk, reméljük nem tudjon egy darabig, mert akkor az azt jelenti, hogy valamit jól csinál a profi szinten, de nem tervezünk. Több. Gondolom a cél nem lehet más, mint az, hogy stabil Blasz 1-es csapat maradjon az FFC. Így van, az a célunk, hogy a első részében legyünk a tabellának, följutást. Igaz, még régen még azt álmodoztunk, hogy még egy NB3, és ugye azt tudjuk azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon... Főleg most ugye, amíg... Nagyon az sok. A költségesebb nagyon is. Sok, igen, költséges. Ilyenkor tényleg kiálljanátok a költséget? Ti álljátok? Játékosok? Dobjátok be a pénzt, és hogy működik most? Tagdíj van, vannak kisebb-nagyobb szponzoraink, akik segítenek, úgyhogy így összerakjuk, így családias hangulat van, és... Tényleg mi az előírás? Nem kellettek utánpótlás csapatot is működtetni? Dehogy nem. Van. Hát ha nem lenne utánpótlásunk, ugye úgymond a negyedik vonalba kötelező. Így van. Úgyhogy kellene. Na, hogy álltok? Jó? Van utánpótlás? Jönnek hozzátok? Természetesen jönnek. Van 7 utánpótlás csapatunk, abban ugye 4 a Bozsik programos, meg van egy U21, egy U19, meg egy U18. Na, de akkor... Hát ezek kötelezőek, mert ha ezek nem lennének meg, ugye akkor nem felelném meg a negyedik színnek, a kiírásának, ugye nem is indulhatnánk, hogyha ez az utánpótlás bázis nem lenne mögöttünk. De hát akkor nem egyszerű azért ezt fenntartani is működtetni. Nem. Ez túlnőtte magát, mint amit annó 2007-ben, amikor ugye megálmodtuk ezt, de ugye 2008-ban lett kerek a történet, abban a bajnokságban 2008-ban tudtunk elindulni, abban szerintem egyikünknek se eszébe nem jutott, hogy majd itt
2014-ben itt majd utánpótlás, meg 4 csapat, 3 csapat utánunk, mert akkor már nem indulhatunk, szóval ezt nagyon-nagyon túlnőtte magát. Az infrastruktúra az adott, ugye? Öltöző, szerelés, pálya, most átrakítás, de adott lesz, tehát ezzel nincsen gond. Mez, labda, minden adott, ezek, ugye? Edzők vannak, akkor minden van, utánpótlásban is, utánpótlásvezetők, utánpótlás edzők, mez, most jelen pillanatban meg ugye már a megalakulásunk óta a Ferencváros úgymond ezzel támogat, hogy a ő pályáján játszhatunk, és ők adják az öltözőt az elejétől kezdve, és ez most is úgy van. A stadionba is bevehettek majd? Azt nem tudjuk, de a régibe, hála Istennek játszottunk, ugye nem egyszer, kétszer játszottunk a régi stadionban. Kétszer vagy háromszor játszottunk, hála Istennek, úgyhogy játékosként is, nem csak szurkolóként, hanem játékosként is pályára tudtunk lépni a régi stadionban. De azért gondolom, csak jól este nem neked is ebbe a új stadionba futballozni. Hát mi a Kongó stadionban, mi nem futballozunk, hát nem hiszem, hogy mi meg tudnánk tölteni azt a stadiont a mi meccseinkre, úgyhogy szerintem az elveszi a varázsát. Inkább jobb, hogyha egy sima pályán játszunk. És akkor van. A korlátnál ott igen, áll. A korlátnál van. 50-100 ember, de akkor az úgy ott van, igen, és akkor lehet, jobban néz ki, mint a stadionban, egy fél szektorban. Átlagban azért 100-an vannak a meccseinkben, 100-an, 120-an, de volt extrém példa is, hogy voltak 800-an, 1000-en, 1200-an, amikor voltak ilyen Magyar Kupa döntők, egyéb azért voltak ilyen kiugró, de mondom, ez a 100-120-150 nézőszám azért az meg. Akkor nem fogtok megszűnni nehézségek ellenére sem, hogy ennyi szakosztályt és ennyi nem. Csapatot fönt kell. Biztos, hogy nem fogunk. Hát nem tervezzük a megszűnést. Nem azért hoztuk létre, hanem azért csináltuk idáig, hogy amikor már fölépítettük ezt a dolgot, hogy akkor itt megszűnjünk, amikor már csak üzemeltetni kéne itt a dolgokat. Akkor futballoztok, játszottok. Hétvégén kivel fogtok játszani, és hol lesz a meccs? RTK-val játszunk. Hogy szombaton játszunk, azt hiszem 1:30-kor, kint Rákoskeresztúron. Az is a magasabb osztályból esetleg, ha jól tudom, egy vagy két éve, ugye? Igen, két éve. Amikor volt a átalakítás, akkor a pénzügyőr, a harmadik kerületük egyszerre estek le. Igen, ő is valamikor NB3-as volt. Igen. Akkor ez sem egy tuti meccs. Nem. Nekünk egyik meccs. Ez kiki meccs, egyforma pontszámba állunk, úgyhogy... Ez ilyen 6 pontos meccs? Igen. Kiesési rangadó. Úgymond igen, mondhatjuk annak is. Megverjük Finnországot? Na egy gyors váltás, egy huszárváltás. Megverjük, de szerintem semmit nem fogunk felejérni, mert nem fogunk kijutni a EB-selejtező. Ez mit jelent? Várj, hogy az első kettőt fixen kijut, és a harmadik meg játszik majd ugye selejtezőt. A harmadik helyet sem fogjuk? Szerintem nem. Na, mit szólsz hozzá, Gábor? Én szerintem nem verjük meg Finnországot. Szerintem egy, ha X-elünk, az már egy jó eredmény lesz. És szerintem se fogunk kijutni. Miért vagytok ennyire pesszimista? Mert most, bocsáss, mert most az újságok, a szurkolók, legalábbis akik ugye hangot kapnak, hogy elmondhassák, most mindenkit a dárdai belépésének köszönhetően most mindenki hurrá hangulatban van. Ennek köszönhetően ugye ez egy-egy után már ugye különféle közösségi oldalakon már felszólították a dárdait, hogy örökre ő maradjon a kapitány, és a szurkolók voltak, tehát nem az újságírók, ami egyfajta egy kicsit nem egy átgondolt terv, hiszen az milyen furcsa, hogy mikor mi 2-2-t játszottunk románokkal döntetlen, ma abban a pillanatban már fejet követeltünk. Ugye, és ennek itt meg a levét végül után a Egervár jött kint Romániában, már ennek lett az a csúnya gyalázatos mérkőzés, ugye a végeredménye, hogy már itthon a 2-2 után már tulajdonképpen elmeszelték, elvágták. Itt meg egy szintén, amiért csak úgy, hogy egy pont jár. Itt már az edzőt már felemelték a szurkolók. Ezért csodálkozom, hogy ti is szurkolók vagytok, nem is akármilyen szurkolók, de ti másképpen látjátok. Nem, mi reálisan látjuk a dolgokat, mert most itt minden évben eljátszák ezt, meg teleírják az újságokat, hogy mennyi esélyünk van, meg oda fogunk érni, meg fogadkoznak, azt utána ugyanoda lyukadunk ki, mint az elmúlt 20 pár évben, hogy semmi. Úgyhogy ez nem edző kérdése. Ez nem. Hanem? Benne vagytok, futballoztok, amit már én mondjuk itt elmondtam egy 2-3-szor most a riport alatt, én szerintem ez a játékosoknak a hozzáállása. De ezen nem lehet változtatni? Vagy
lehet változtatni, csak mint te is mondtad, hogy a új stadionunkban, hogy majd egy új generáció beleszület. Én szerintem a játékosoknak is így egy új generációnak kéne, egy új stílusnak, hogy hogy a szurkoló játékos megtalálja a közös hangnemet. Mi csak ebből tudunk indulni, mert láttuk, hála Istennek, ilyen sok száz ilyen meccset, amikor tomboltunk, rosszul játszott a csapat, de x-eltek, de átéreztük azt, hogy szívvel, lélekkel játszottak, és úgy tudtunk örülni, akár a Fradi pályán, vagy egy vereség után, egy x után is, vastapssal tombolt, és 15 ezer ember, mint most lehet egy győzelemnek nem tudok úgy örülni. Zárásként, miért nincs meg a mai labdarúgókban az a tűz, amit hiányoltok? Tudjuk ennek az okát? Hát lehet, hogy rosszul fog hangzani, amit mondok, de szerintem a mostani, úgymond fiatalok, meg gyerekeket már, hogy mondjam, kislányoknak nevelik a szülők. Itt a szülők szerintem a legnagyobb hibásak. Szülők rontják el? Igen, akik ott állnak a pályaszélén, edzésen, meccsen, és ajnározzák a gyereküket. Szerencsétlen nem tud egy egyeneset belerúgni, de azt szeretne, hogy játszon az utánpótlás csapatba. Megérkeznek csili-vili autókkal, és akkor azok a gyerekek kerülnek előtérbe. Ez a baj, ezért nincs meg a tűz? Nem, ezért nincs meg a tűz, hanem ezért tart itt az egész magyar labdarúgás szerintem. De a tűz miért nincs meg? Tehát ami belülről kellene, hogy jöjjön. Ezzel már késelők, vagy elesik, fölrúgják, akkor már jaj, anyuka, apuka beszaladt, hogy jaj, lehorzsolta a térdét, jaj, szakítsuk félbe a meccset, ragasszuk le, meg két csepp eső után, akkor vége a meccsnek, lehozzák a gyereket, hogy már esik a ráesett két. Nekünk régen nem volt ilyen. Szakadt az eső, térdig ért a hó, ledobáltuk saját magunknak letoltuk a pályáról a havat, és játszottunk mínusz 5-be és 10-be is. És akkor így tudat alatt, de a szülők akkor végül is, hogy mondtad, lányokat nevelnek a fiúkból is. Igen. Így is fogalmazhatom. Ez egy komplex dolog, úgyhogy ez... Jó, van több, beszélgethetnénk, szerintem holnap reggel is tudnánk erről. Több adás is rámenne erről természetesen, meg hogyha ténylegesen tudnánk, úgymond úgy ténylegesen, hogy tudnánk ezen változtatni, akkor nem biztos, hogy csak itt ülnénk, a magasabb szinten ülnénk természetesen, de mi azt tudjuk elmondani, amit most látunk, hogy most mi folyik, és amikor mi játszottunk, akkor mi volt. Értem. Ezt tudunk példákat hozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Mi is köszönjük. További sportosat. A Dino Sport híradó autós... A Dino Sport híradó motoros partnere, az Asics Motorsport Ladies Team támogatója, az Asics Complex. A Dino Sport híradó szakmai partnere, a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sport híradó vizes partnere a Jet Power, mert vizen száguldani jó. A Dino Sport híradó internetes média partnere a lovasok.hu. Lóháton még színesebb a világ.